Sziasztok! Újabb szerda, újabb Smoke & Shisha film, és nem mondhatom azt, hogy újabb vendég, hiszen a vendégünk már nem egyszer járt nálunk, úgyhogy sok szeretettel üdvözlünk téged, Gergő. Sziasztok, megint a Smoke & Shishánál. És hát nem árulok el talán nagy titkot, hogy a vendégeink általában készülnek is témákkal. Ezúttal is így történt, úgyhogy Gergő, léces, vezess fel, hogy miről is fog szólni a mai műsorunk. Kedvet kaptam a dohány összehasonlító videótok után, és volt egy javaslatom, mi lenne, hogyha körtéket hasonlítanánk össze. Ugye a Holster az egy népszerű körte, nálam továbbra is top egy dohány a Over the Rainbow. Mind a körtéknél, mind minden dohánynál, úgyhogy adta magát, illetve a Adalia alá tartozó Aquamentának hoztam egy más szemszögből megközelített körtés dohányát, ez a Green Fairy névre hallgat. Az Aquamenta, az mit jelenti, az Adalia alá tartozik? Tehát ez egy másik brand, csak az Adalia gyártja, vagy? Ez ugyanúgy az Adalia gyártja, tesznek bele mentát, és amiket eddig kóstoltam, picit, mint egy édesebb zonal lenne. Ez egyébként jellemző a Adaliára, és kihagyják a marakuját belőle. Mindenképpen nem úgy, mint a Love 66-ből. Tapasztaltam én is, hogy édesebb, ugye beleszagoltam itt a dohányokba, és a tiéd az kifejezetten ilyen édeskés, nekem már kicsit ilyen vattacukor jellegű illatra. Hát illatra, az Over the Rainbow-t ugye én már régóta szoktam szívni, bár igaz, hogy általában nem magába, hanem ugye a Black Manával szoktam keverni, de hát illatra erőteljes a tabu egyértelműen az Over the Rainbow-ja, és hát ment a körte, meg valami aceton. Tehát, hogy nekem egy kicsit valami ilyen erős illat is van. Mintha ilyen kis festék szag lenne ugye? Ott a háttérben. Ugye, hogy egy pici festék szag. Megkóstolod, vagy megszagolod te is? Már tudom, hogy ismered, de hazai illatok. Hogy érzed-e azt, amiről én beszélek? Miért megszagolnátok a Holstert? Nekem mindig a Holsternek van egy kis festék mellék illata. De most érzem. Hát a Green Perry az gyakorlatilag szinte alig érzem a szőlőt, hanem tényleg valami édes szőlőt, a körtét. Olyan vagyok, mint a Tibi, a halmaszilvával a körtét. És hanem valami eszméletlen édes pacsulói illat. Az a igazi arabos vízipipa feelinget is hozza, azt a kellemesen ilyen édeskés fűszeres illatot. És a Holster? Ja, a Holsternek a körtés dohánya az a Peary Punch. Ahogy beleszagolok, én érzem a körtét jó erősen, de itt is érzek valami mellékillatot. Ilyen kicsit talán, vagy ebbe is valami ilyen aceton, vagy ragasztó, vagy gyógyszer, valami van ott a háttérben. Igen. De azért erőteljesen jön belőle a körte. Igen, de nekem. Igen, de mind a tényleg az Over the Rainbow-nek, mindennek a Peary Punch-nak van egy kicsi mellékillata. Hát a tiéd, az Aquamenta, az meg egy ilyen nagyon fűszeres. Hát kíváncsi vagyok, hogy íz összehasonlításban melyik fog nyerni, és hogy kinek melyik lesz a kedvence. Én nagyon szeretem az Over the Rainbow-t. Azt se titok egyébként, hogy a Gergő szeretette meg velem, tehát ezt tőle nálad kóstoltuk, és te ígérted, hogy biztos, hogy fog nekünk ízleni, és ez tényleg így is lett, úgyhogy régi kedvencem. És igyekszem szorgosan ellátni a Lacit azóta is. Igen, egy kicsit nehezebb dohány, ugye, mint általában a német dohányok, ez talán spanyol egyébként? Spanyol dohány, igen, ugye Lengyelországban készítik, ez spanyol dohány. Szerintem egy kicsit tényleg nehezebb, mint a német elenyésző, de azért érezni. Ugye a német törvények miatt ugye ott van egy színezék, illetve egy ízfokozó, ami nem kerülhet be a német dohányokba, ugye a spanyoloknál szerencsére nincsen. Így például vannak márkák, amik egészen más ízt produkálnak, a Spanyolországból rendeljük őket. A Holster pont nem ilyen, nekem van spanyol Holsterem, ott a németek Németországban gyártják, mindenki azt kapja. Úgyhogy nekem a Holsterből hiányzik egy kis mentol.
Nekem így egy picit tömény, és így szívva, így egy picit olyan, egy nagyon-nagyon picit kaparós. És nem a, tehát tényleg az íze, tehát hogy odaadom, kóstoljátok meg, nem égett persze a dolog. Jó. És milyen a aquamenta ízre? Hát azért racirálok ennyire, mert ugye a holstert már szívtam. Értem, hogy mire gondol a Bali, nekem is hiányzik belőle a menta, ugye a tabuba benne van, annó kiemeltük, hogy a tabuba ilyen nagyon lágyan kísérlet, tényleg jól kiemeli. Itt ez az aquamenta kicsit mentásabb, és egy ilyen gumicukros körtét érzek, tehát így nem a gyümölcsre asszociálnék. Amit szoktatok javasolni, azt már én megelőlegezném, hogy ez egy nagyon jó keverő dohány. Tehát hogy nem biztos, hogy magába ezt éjjel-nappal szív, nem, mert tényleg édes. De keverés az. Akár lehet, hogy a Monsterrel keverve egy jó mixet lehetne. Na hát én visszatérve most a Peri Punchba, hogy belekóstoltam az Over the Rainbow után, tehát az Over the Rainbow az így feldurantja az agyamat a mentával, azzal a hihetetlen gyümölcs illattal, ízzel, és hál' Istennek az az aceton, meg stb. Az úgy eltűnik. De lerobbantja a fejemet az ízbomba, és ahhoz képest a Peri Punchnak szinte egy körtét érzek, de sokkal gyengébben. Tehát, hogy nem olyan erőteljes az íze, pedig a Holstertől azért megszoktuk, hogy szintén egy ilyen ízbomba szokott lenni. Tehát nekem most egyértelműen ez tényleg hiányzik a menta, mert azt gondolom, hogy ez mindenképpen felerősíteni az ízeket. Meg egy kicsit több ízanyag. Tehát azt is kisporolták. Nekem erőteljesebb az íze, nem a dohány íz. Tehát a dohány íz, igen, dohány. Igen, így van. Igen. És annyira tényleg nem jön át a körte, mint az illatában. De nem a dohány erősebb, nem érzem, hogy erősebb lenne a dohány, mert könnyű, mint a holszterek, hanem a dohány íz az erősebb. Csak nem, tehát, hogy nem nehezebb, tehát nem egy ilyen... Mert azért ez egy kicsit úgy érzem, hogy... Tehát ugye picit azért úgy megül. Tehát nem úgy, mint egy fekete dohány, de hogy ahhoz képest, amit én a hegyi levegőt szoktam, ahhoz képest azért ez jóval erősebb. Közben itt cserélgessünk. Ez az izgalmas a három dohány tesztben, amikor itt összecsavarodunk a végén a csövekkel. Én csúnya módon, hogy egy kicsit visszanéztem az első tabu tesztünket, mert ugye akkor több tabu dohány teszteltünk. Ott én beleengedtem annól, hogy már majdnem faher erősség, és most mondtad, hogy azért van egy ilyen megjövő rész, tehát hogy ott azért nem tudjuk 15-20 percben mutatni, azért 40 percet előjön a tabunál, hogy ez azért nem a német vonal. Én akkor talán egyébként azt mondtam, nem érzem azt az erősségét. Hát ugye azóta azért jóval többször szívtam, és meg kell, hogy kövesselek, tehát hogy igen, tehát azért ez egy nehezebb dohány. Talán a fájjelenni most sem hasonlítanám, tehát szerintem a fájjel még mindig. Még mindig, igen. Még mindig egy picit nehezebb. Talán közelebb van ahhoz, mint a német. Igen, ez, igen. Úgyhogy ez igen. Szerintem a legfontosabb megfogalmazás. Így van. Bocs. Tedd már vissza a harmadik szállt egy kicsit, mert alig füstölünk. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Nekem most itt a három közül a Aquamenta leggyengébb, vagy leglájtosabb, uh-huh. És én érzek a háttérben egy kicsit ilyen punnyat tízt. Majd odaadom, és akkor itt párat szívok be, odaadom, kíváncsi vagyok a véleményedre azután. Az ugye jó mentás. Igen. A fumari. Tabu. Szoktatok beszélni... Tabu, igen. Arról ugye, hogy nagyon sok múlik a szetten. Van otthon holszterem, mert nagyon kíváncsi voltam rá, amikor jött a hype, hogy a holszter az jó dohány. És valahogy ennyire még nem éreztem jónak egyébként a holsztert, mint most, ahogy a Bali megtömte. Uh-huh. Jó, de Bali híres egyébként a gyönyörű szép töméséről, és az általában jó is. Azt hadd mondjam, hogy megélekeltük azért a Balinak a tömését, mert az tényleg a plakátokra való volt. Igen. Na cseréljük bele közben, igen. Vagyok a véleményedre. Na ez a vatta cukor, ugye? Igen. Na akkor az aquamenta. Ízében nem érzem. Uh-huh. Egy picit, nagyon picit csak. Hát három teljesen különböző karakter, mint hogyha
És hát ennek nem sok köze van a körtéhez. Van benne körte íz, de hogy egy ilyen édes, hát nem is tudom, hogy mi ez, de nagyon, nagyon édeskés valami. Nem rossz egyébként, ez a fűszeres, parfümös íz, ez régen a hideg rázott tőle. És te szereted a parfümös dohányokat. És most már egyre jobban szeretem, igen, de régen utáltam. Beszéltük, hogy mi azért a rajongói között vagyunk a parfümös dohánynak. És nem rossz, tehát ha ennyire az elején nekem kéne egy sorrendet mondanom, akkor egyértelműen az Over the Rainbow, az szerintem nagyon magasan nyert, és nekem utána az Aquamenta, és a Holster az nálam most elbukott. Én nem azt, attól függ, milyen szemszögből vizsgáljuk, hogyha körtérség szempontjából vizsgáljuk, akkor én azt mondanám, hogy a Peary Punch, utána mondanám a Over the Rainbow-t, igen, és az Aquamentára mondanám legkevésbé, hogy körtés. Arra így ízre így nem igazán érzem a körtés. Aquamenta gyakorlatilag nyomokban tartalmaz körtét. Ez a dohánynak nem rossz, körtének igen. Rossz. Igen. Hát ha valaki körtéset szeretne szívni, akkor legyen. Ne ezt válassza, ne ezt akkor keverje hozzá valami körtés dohányt. Mondjuk lehet, hogy egy Over the Rainbow-val keverve megkapnánk azt a kis fűszeres, körtés, mentás ízbombát. Mind a három mix? Nem, a Peripán szerintem most lerontaná egyébként. Hát tudjátok, hogy mit szoktam mondani, csak egy módon deríthetjük ki. Igen, egyszer össze kéne mixelni őket és kipróbálni, hogy az úgy milyen lesz. Tehát, hogy... Nem mondom azt, hogy nem ajánlom a Green Perry-t, de tényleg, ha valaki körtéset keres, akkor a háromból egyértelműen ezt vegye. Ha ő szereti a Holsternek ezt a Holsterre jellemző kis mellékízét, akkor Holster. Érzem ezt a szárasságot, tehát olyan hülye hasonlat, tényleg, mint ha valami kis szivaros íz lenne ott. Pedig pont ugyanúgy tocsogom el azra, mint mondjuk egy Ice Cactus. Talán még lehet egy picit jobban is, de mondjuk bontott dohány is. Igen, egyébként tényleg van, hogy jellemző dohány ízek, tehát lehet érezni azt, hogy valószínűleg ezeket az ízesítőket ugyanattól a gyártól rendeli a különböző cégek, és akkor mindegyiknek van ugyanaz a pici kis mellékíze, és ez a Holsterre is abszolút jellemző, ez a Holster típusú ilyen kis háttériz, ebbe abszolút mértékben egyetértünk. Úgyhogy... Hát, megjött a hazai íz, és nincs kérdés, hogy van a tabu, a számomra az a Superliga. Egyébként tehát az én ízlésemnek is a tabu a legjobb. Attól függetlenül én nem nagyon rajongok azért, érte, mint ti. De most így a három közül azt mondanám én is, hogy a tabu az a legjobb. Illetve én szívesen próbálnám azzal is mixet, meg azzal is mixet. Meg esetleg mind a hárommal is, de valamelyikkel mindenképpen megmixelném a Peary Punch-ot. A Peary Punch-nak mindenképpen kell menta. Tehát az hogy megnyomja egy kicsit. De akkor kötélög érte, hogy igen, valahogy. Igen. Úgyhogy, na most azok utálni fognak bennünket, akik azt gondolják, hogy mindig mindent megmentáznak bizonyos vízipipások, és nem tudják menta nélkül szívni, és hát lehet, hogy igazuk is van, de valahogy most tényleg nagyon érzem azt, hogy oda kellene. Jó, szerintem akkor végszokja mindenki, akkor gyorsan mondja el a sorrendet. Én tartom továbbra is, hogy Over the Rainbow, Aquamenta, Peary Punch, Bali. Hát én is most az Over the Rainbow-t hozom első helyre. Itt nem tudok egyértelműen dönteni, attól függ, hogy milyen szempont szerint vizsgálnám. Azt mondanám, hogy bizonyos szempontból az Aquamenta, bizonyos szempontból a Peary Punch. Gergő? Csatlakozom a Balihoz az előbb mondottakkal, abszolút első az Over the Rainbow. Dohánynak a Green Perry, körtének a Holster. Na, hát látjátok, ilyen egy dohányteszt általában, hogy egy picit azért mindenkinek más az ízlése. Most szerencsére azért az Over the Rainbow egyértelműen nyert ezt a versenyt. Tehát, hogyha valaki tényleg körtés dohányt szeretne, akkor mindenképpen próbálja ilyet beszerezni. Remélem, hogy egy picit segítettünk a körte ízekben, hogyha szeretnétek ilyet választani, hogy akkor melyikre nyomjátok majd rá
a kattintást meg akarjátok rendelni, hát sajnos ez ugye nem így működik Magyarországon, de a jó hangzik, hogy mint hogyha Németországban lennénk. Egy távoli jövőben. Egy távoli jövőben, így van. Hát sajnos nem ilyen könnyű hozzájutni a dohányokhoz, de reméljük, hogy azért mégis segítettünk valamit a dohányválasztásban. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk, és remélem találkozunk a következő adásnál is. Addig is mindenkinek bőfüstöt, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.